Lelkes önkéntesek készítik elő a terepet a faültetéshez Tolnamözsön. A Sadgyörgy Népfőiskola tagjai gömbakác csemetéket ültettek el a településen. A Sadgyörgyről azt kell tudni, hogy ő volt a faluban talán az utolsó névtanító, és a sok-sok tevékenységek közül kiemelve azt, hogy ő rengeteg fát, bokrot, cserjét ültetett a faluba, és gyakorlatilag ő honosította meg itt a gömbakácot, azért mi most 10 darab gömbakácot fogunk elültetni, és hát reméljük, hogy jó példával járunk itt a faluban, és lesznek követőink majd, akik követik ezt a példát, és egy-egy fát majd elültetnek a faluba ezentúl. Úgyhogy ez volt vele a cél. Gyakorlatilag a fenntarthatóság jegyében is egy kicsit, ha a népfőiskola abba gondolkodik, a környezetvédelembe, úgyhogy ez mind-mind megfelel nekünk, a mi profilunkba pont passzol, és azért gondoltunk, hogy most fát ültetünk. Az Egyesület állami pályázaton nyert el támogatást a projekt megvalósításához. Céljuk nem csak a gömbakác újratelepítése és a zöldítés volt, hanem a környezet tudatosabb életre való figyelemfelhívás is. Egy 8 településén fogunk elültetni összesen 80 fát, úgyhogy ez most a Mözsi állomás, és itt most 10 fa kerül elültetésre. Előzőleg polgármester asszonnyal, Aperszofer Ágnessel leegyeztettük, hogy itt fát szeretnénk ültetni. Ezt követően a városgazdálkodáshoz fordultunk, ahol Klein Antal kijelölte nekünk azt a helyet, ahova ültethetünk. És mivel azt szeretnénk, hogy ezek a fák megmaradjanak az utókor számára, ezért természetes volt számunkra, hogy a ház tulajdonosokat is megkérdezzük, pontosan azért, hogy majd egy picit őrizzék, megbecsüljék meg ezt a fát, egy picit gondozzák, majd ha arra kerül a sor. Úgyhogy csak oda ültetünk, ahol a tulajdonos szívesen látja a fákat. Mi szeretnénk a lakosságot arra kérni, a vállalkozókat, más civil szervezetet, mert Tolnánál nagyon sok civil szervezet van, hogy csatlakozzanak ehhez az akcióhoz. Manapság már egy fa elültetése is nagyon sokat jelent. Ezért az Egyesület arra kéri a lakosokat, hogy kövessék a példájukat, és ültessenek fát. Hiszen aki fát ültet, az hisz a jövőben.